közbeszerzést hirdettek a regionális vízszolgáltató Harvíz RT uniós projektjére, amelynek keretében 338 millió euróból végeznek beruházásokat Hargita megye területén. A részletekről sajtótájékoztató keretében számoltak be a cég képviselői és Csíkszereda polgármestere. A sok pereskedés, ami a tanácsadó cégek között lezajlott a 2016-17-es évben, 2016-ban nyerte meg az Európai Unió fejlesztésekre vonatkozó támogatását a Harvíz RT, amelynek két közbeszerzését most hirdette meg a cég. Ennek egyik kedvezményezettje Csíkszereda, azaz a megyeközpont peremén található lakóövezetek. Ha csak Csíkszeredát nézzük, akkor a Széchenyi-Csibai övezet, főleg Széchen, mert bekerül az Ivóvíz csatornahálózat, gázhálózat és jön az aszfaltozási projekt is a végén. Csibában ivóvízhálózat és gázhálózat bővítés, Agyagfalván gázhálózat bővítés. A kibővült projekt, a POIM beruházás és a finanszírozási pályázat nettó értéke 338 millió euró. Az egész projekt az gyakorlatilag érinti az egész Harvíznek a mostani működési területét, ami gyakorlatilag Tusnád községtől Domokosig tart a Csíki medencébe, illetve innen Parajdig van a Udvarhely irányába. Tehát a Harvíz gyakorlatilag Hargita megye durván kétharmadába szolgáltat most, és ezek a fejlesztési projektek érintenek szinte minden települést ezek közül. A tervek szerint, amennyiben a közbeszerzések alapján sikerült elindítani a munkálatokat, 3 év alatt a teljes beruházást el szeretnék végezni.